Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Nos, hát azt hiszem, hogy az előző kis klip már egy felvezetője is volt a ma esti témánknak, hiszen a hétvégén 23. alkalommal várják Börgönre, légi parádira az érdeklődőket. Ez tehát a mai témánk. Stúdiónkban köszöntöm nagy tisztelettel Sziládi Dezsőt, az Albatrosz Repülőegyesület elnökét, valamint Józsa Dávidot, vitorlázó műrepülő világbajnokot. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen a meghívást. 23. alkalommal vágnak neki ismét a repülőnapnak Börgöndön. Miért fontos ez az esemény? Én úgy gondolom, hogy Székesfehérvár alapvetően egy repülős város, ezt a történelméből is ismerjük, hiszen pár évvel ezelőtt ünnepeltük a 100. évfordulóját repülős történetének, és egy ilyen városban szinte kötelező egy repülőegyesületnek, aki egyébként működteti, üzemelteti a börgöndi repülőteret, hogy egy évben egyszer legalább egyfajta repülősereg szemlét tartson a repülés iránt érdeklődő, kedvelő emberek számára. És hát itt nem csak különböző repülőtípusokat, érdekes bemutatókat lehet látni, hanem ki is lehet próbálni a repülést. Milyen izgalmakkal találkozhatnak, hogyha már említette a programokat, Sziládi úr? Én azt gondolom, hogy idénre is sikerült érdekesen a repülés majdnem minden ágát bemutató programot összeállítanunk. Lesz siklóernyős bemutató, hátimotoros siklóernyős bemutató, lesznek vitorlázó repülőgépek, ez részben a Nemere projekthez kapcsolódik, hisz hoztunk idén is oldtimer vitorlázó repülőgépeket, van olyan közülük, amelyik idén 60 éves, látható lesz a Nemere eddig elkészült elemei, lesznek oldtimer motoros repülőgépek, itt lesz megint a Li-2-es, amivel utasrepülni is lehet, lesznek helikopterek, amelyiket úgy próbáltuk összeállítani, hogy a legjobban kapcsolódjanak Börgöndhöz, akár ahogy a plakáton is látszik, Kamov K-26-os típusú helikopter, illetve lesz itt Mi-2-es, Imre Lajos, a vitorláza műrepülő válogatott korábbi pilótája, régóta folyamatosan fejleszti a programját, tavaly évben egy pirotechnikai bemutatóval is kiegészítette, és azon felül, hogy egy nagyon impozáns helikopter bemutatót láthatunk tőle. Ez a helikopter elég erősen kapcsolódik Székesfehérváron, hisz a katonai helikopterek első állomás helye 1982-től itt volt Börgöndön, és mára már csak egyetlen egy ilyen típusú helikopter maradt az országban. Emellett természetesen lesznek még műrepülő bemutatók, akár az én vitorlázó műrepülő bemutatóm, vagy utána közvetlen Velez Zoltán motoros műrepülő bemutatója, és az egyik fő programként a sugárhajtású Delfin bemutatója, ami leszáll Börgöndre, és innen repüli majd bemutatóját. Több érdekes dolog is elhangzott, de hogyha már Börgönd meg fehérvári repülés történet, akkor milyen fontos tradícióval kell, hogy megismerkedjenek a látogatók, mert gondolom, hogy ez is nem titkolt célja a rendezvénynek. Ja, a Székesfehérvár repülés történet 1916-tól datálódik. A börgöndi repülőteret az 1930-as, 36-os években kezdték el fejleszteni. Fontos szerepe volt a II. Világháborúban, majd azt követően a szocialista hadsereg használta 1996-ig. Az Egyesület 1995 óta üzemelteti a repülőteret. Hát ez már önmagában egy olyan intervallum, azt gondolom, ami akár a történelmi vonatkozása tekintetében, akár mint repülős város, hiszen nincs olyan család Fehérváron, akinek ne lenne az ismeretségi körében egy repülős ember, aki vagy egykoron Sóston dolgozott, vagy a börgöndi repülőtéren dolgozott, akár műszakiként, akár pilótaként, és úgy gondolom, hogy ezt a tradíciót most a mi felelősségünk, a mi feladatunk továbbvinni, tovább építeni. Azon dolgozunk ez alatt a jó pár év alatt, évtized alatt, hogy ez a repülőtér fejlődjön, hiszen Székesfehérvárnak, mint modern városnak, én úgy gondolom, szüksége van egy légiközlekedési desztinációra. Ez a repülőtér csak úgy maradhatott meg, hogy volt egy társadalmi szervezet, az Albatrosz Repülőegyesület, aki ezt a repülőteret felvállalta, működteti a mai napig is. Hát sajnos infrastruktúra szempontjából jelen pillanatban azért elég mostó a körülmények között dolgoznak a pilótáink, de reméljük, hogy ez a jó pár év, a 23 év mondjuk azért egyszer jutalmul jobb repülőteret fog kínálni az itt dolgozó embereknek, repülőknek. Hiszen ne felejtsük el, hogy azért itt repülőúti képzés folyik, ejtőernyős képzés folyik, és látva a mostani haderőreformot, ahol égető szükség van a pilótákra, azért ezek közül, a fiatalok közül fognak kikerülni azok, akik majd a
jövőben a Gripeneket vagy az új beszerzésű helikoptereket fogják vezetni? Van egyébként utánpótlás a különböző szakosztályoknál, vagy mennyire népszerű maga a repülős különböző szakágak, sportágak, hogyha nevezhetjük sportnak? Ugye értelemszerűen a repülésnek a nagy népszerűsége az MHS idejében volt, tehát amikor egy Dunajvárosba vagy bármelyik budapesti reptéren 50-60 fős kezdőcsoporttal lehetett indulni. Ez a multi, ez nincsen. Minden évben van szerencsére 4-5-6 lelkes fiatal, aki tényleg nagyon komolyan, tehát már 14-15 éves korában nagyon komoly fizikai vagy matematikai ismeretekre tett szert, és neki ez nem probléma, hogy itt a repülésben azért az alapdolgokat, számításokat meg kell tanul, látszik, hogy érdekli, és nagyon jól lehet velük haladni, és a tavalyi évfolyamból ott vannak, hogy egyedül repülés környékén vannak a fiatalok, és most is úgy néz ki, hogy egy ilyen 5-6-7-8 fős csapattal el tudunk kezdeni a jövő évben is repülni. Miért kezdte egy ember repülni önöknek? Mi volt az, ami mondjuk a szívügyükké tette a repülést? Hát én azt gondolom, amióta az ember létezik a Földön, azóta vágyakozik a levegőbe. És hát láthatjuk, hogy több száz évvel ezelőtt is az emberek azon mesterkedtek, hogy hogy lehetne egy kicsit repülni, mert minden embert a madarak és a magasság látványa az elvarázsol. Én azt gondolom, hogy ez való lehet, hogy a génjeinkben is van, de azt azért látjuk, hogy akik kilátogatnak egy ilyen repülőnapra, azok közül sokan utána is kijönnek a repülőtérre, mert aki először emelkedik el a földről egy-egy repülőeszközzel, annak egy egész más világ tárul a szem elé, és megragadja az élmény, az élvezet, és hát aki autót meg tud tanulni vezetni, az egy kis szorgalom a repülőgépet is meg tud tanulni. Tehát nem egy olyan nagy mágia ez, egy a fontos, hogy megfelelő alázat és szabályok betartása mellett lehet csak végezni. Aki ezt magára vállalja, és esetleg a cigarettapénz, esetleg a havi soradagjának egy kisebb részét hajlandó a repülésért feláldozni, ez meg is tud tanulni repülni, és egy sokkal magasabb értékű élményben van része, mint az átlagembernek. Az ön esetében ez hogy volt? Nekem ugye apukám katonai pilóta volt itt Börgöndön, én viszonylag egész fiatalon eldöntöttem, hogy repülni szeretnék. A mostani fiataloknál pedig akár egy ilyen repülnap is jó alkalom arra, hogy közelebbről megismerje akár az egyesületet, akár repülést, és jellemzően az a tapasztalat, hogy meglepődnek, hogy egy vitorlázó kiképzés gyakorlatilag nem kerül jelentősen többe, mint egy autóvezető jogosítvány. Van olyan pilótánk most is, én is így voltam, hogy előbb repültem egyedül, és előbb volt jogosításom vitorlázógépre, mint autóra. És egy repülnapom egyébként ugye a repülés, hogy az messze elérhetetlen, ez a sportrepülés, illetve ebben a formában, hogy mi működünk, tehát egy sportegyesület vagyunk, nem pilótaiskola, itt mindenki társadalmi munkában, mindenki a szabadidejében végzi a dolgokat. Ez vonatkozik a növendékre is, ők is hozzáteszik a saját munkájukat, és ebből tudjuk fenntartani azt, hogy nem egy repülőiskola, ahol bejelentkezik az ember 14 órakor, kész a repülőgép, utána meg hazamegy, és ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy itt jó páron meglepődnek, hogy ez nem is olyan elérhetetlen, mint ahogy a tévéből vagy az újságokból gondolják. Meg gondolom azt, hogy mindenki kiveszi a részét, az erősíti a közösséget is, egyértelműen, nem? Egyértelműen így van. Tehát vannak ilyen jó kis csapatépítő programok, mondhatni. Minden üzemnap a hétvégén csapatépítő program, mert ugye korán reggel elkezdődik a repülőgépek előkészítésével, eligazítással, feladattervek kiosztásával, aztán jön az egész napos kintlét egyébként a napon, a levegőn, majd este, amikor zárul a repülőprogram, akkor pedig értékelés és a repülőgépek karbantartása. Azt azért látjuk a fiatalokon, hogy amikor az első egy-két ilyen napon részt vesznek, akkor nem nagyon kell őket ringatni, tehát megfelelően el tudnak fáradni. Tehát ez egy fizikumot is igényel, egy komoly sportteljesítmény, egy-egy ilyen repülőüzemen részt venni és ott kiszolgálni a társait, hogy majd aztán, mikor ő repül, akkor a társai szolgálják ki az ő repülését. Lehet egyébként csatlakozni az egyesülethez? Természetesen nyitottak vagyunk mindenki számára. Aki egyébként a repülőszabályokat hajlandó betartani, és az egyesület alapszabályát,
az nálunk az Egyesületen belül az összes sportág valamelyikében érvényesülhet. Ha beszéltünk már arról, ugye, hogy sok szempontból fontosak az ilyen légiparádék, amit most már ugye 23. alkalommal rendeznek majd meg vasárnap, az az egész család számára nyújt azért programokat, hiszen nagyon sokféle előadásra, színpadi programra számíthatnak az érdeklődők majd, nem? Igen, hát itt most csak a levegőről beszéltünk, de hát a közönség számára kijelölt területen rengeteg kiállító lesz, fegyverek, hagyományőrzők, második világháborús vagy az előtti korból származó relikviák, amiket meg lehet tekinteni, de hát lesznek repülőgép szimulátorok, amiket ki lehet próbálni, lesznek drónok az új repülőtechnikák, hölgyeknek színpadon műsor, gyerekeknek játszóház, tehát egy egész családi rendezvényre gondoltunk, hogy mindenki jól érezze magát, ha kijön a repülőtérre. Szóba kerülhet-e majd a jövő, mondjuk a regionális reptereknek a jövője? Én remélem, hogy így lesz. Próbálunk is erre egy fórumot tervezni, és szakembereket is hívtunk meg, akiknek nemzetközi rálátásuk van az elképzelésre. Polgármester úrnak ugyan nagyon szűk az időkerete, de hát valószínű, hogy őtől is kapunk válaszokat, hogy a repülőtér fejlesztésében mi a városnak az elképzelése. Aztán Vere Zoltánt is várjuk erre a beszélgetésre, aki mint egykori Malév kapitány, illetve később közforgalmú pilóta, de mint sportrepülői szinte a világ összes repülőterét bejárva, repülőnapokon, nemzetközi repülőnapokon résztvevő személy, akinek óriási rálátása van, hogy egy regionális repülőtér mit jelent az ottani közösségnek, egy-egy városnak, vagy egy-egy régiónak. Hallunk majd tőle is erre megoldásokat, és hát reméljük, hogy ez a beszélgetés egy kicsit előrébb viszi a Bőrgendi repülőtér fejlesztés ügyét is. Hogyha már fejlesztés, akkor ugye Dávid említette a Nemerep projektet, azzal már foglalkoztunk itt több alkalommal a Fehérvár televízióban, de Dióéjban mit kell tudni erről a nézőkről, vagy a kilátogatóknak erről a projektről? Készült egy Nemere sátor tavaly évben. A repülőgép jelenleg elkészült elemei, hogyha egy-egyes méretarányba, tehát valós méretarányba mutatnánk be, akkor ez szerencsére ezt a sátrat már kinőtte. Ugye ebben a sátorban filmvetítés lesz, illetve ott lehet a repülőgép dokumentációival ismerkedni. A sátor mellett lesz egy másik sátor, ahol terveink szerint tényleg valós méretben bemutatjuk az eddig elkészült darabokat. A repülőgép törzsének a különböző törzskeretei, bordái készülnek, illetve a szárny főtartónak egy elég komoly sablonja, hisz 20 méter fesztávolságú repülőgépről van szó, aminek egy-egy szárnya 10-10 méteres, úgyhogy ezek lesznek láthatóak. Mikor lesz majd végeredmény? Én remélem, hogy évi repülnapon már olyan állapotban láthatják a repülőgépet. Hogy repülni fog-e, azt most nem tudom megmondani a jövő évi repülnapon, de röviddel azután biztosan. Ez egy repülőképes, teljesen az eredetivel teljesen megegyező repülőgép lesz. Hogyha visszagondolunk, akkor mi volt annak idején, vagy mikor fogant meg először a gondolat, hogy ez a projekt megszülethessen? Ez a repülőgép újjáépítés, ez többször az országban többször elindult. Nem volt meg hozzá a kellő, talán az akarat meg is volt, de azért az a 80-82 évvel ezelőtti szakembergárda az teljesen eltűnt. Teljesen más, ma egy vadászrepülőgép vagy egy utasszállító repülőgép szervizelése, üzemeltetése, az teljesen más technológia kíván. Rengeteg számítógép, teljesen más dolog. Az a repülőgép asztalos foglalkozás nagyon kevesen űzik az országba, ez is egy komoly gátja volt. A legnagyobb lökést az talán a 2 évvel ezelőtti jubileumi év adta, amikor nagyon sok részét feltérképeztük Székesfehérvár repülés történetének, és nem csak a szakemberek, vagy nem csak a laikusok, de a szakemberek számára is nagyon sok érdekes dolog jött elő, amivel széles körben eddig nem foglalkoztunk. A Nemere itt kapott igazán nagy lendületet, és itt kapott igazán nagy ismertséget, és utána döntöttük el határozottan, hogy ezt megcsináljuk, és azóta ez folyamatosan működik. És hát akkor láthatják majd a légiparádén, hogy így van, hogy állunk jelenleg. Igen, ez a projekt. Végezetül, hogyha a vasárnapi események közül, mert ugye most szeptember 9-én vasárnap várják majd az érdeklődőket a légiparádéra, ki kéne emelni programokat, hogy mikor érdemes kilátogatni, akkor mi lenne az, amit a nézők figyelmébe ajánlanak?
Hát én, hogyha ráérnék és csak néző lehetnék, akkor én a nyitás előtt ott lennék fél órával, elkerülve egyébként a szűk keresztmetszetű útnak a forgalmi helyzetét, és egész napra készülnék, hiszen nincs olyan része a napnak, amikor ne lenne látnivaló. Tehát én tényleg arra kérek mindenkit, hogy akit érdekel a repülés, érdekelnek a katonai, technikai berendezések, hiszen egy Mi-17-es helikopterben nem minden nap lehet bemenni és körülnézni, hogy hogy néz ez ki belülről. Azonnak azt ajánlom, hogy korán reggel érkezzenek és egésznapos programot tervezzenek. Nem csak személygépkocsival lehet kijutni a repülőtéren, hanem a piac térről egy retro Icarus buszt is járatunk. Délelőtt 3-szor fogja kihozni a jelentkezőket, délután pedig 2-szer jöhetnek vele vissza Székesfehérvárra. Aki pedig sportos alkat, annak még a kerékpárt is javaslom, hiszen a város szélétől csak 5-6 kilométer a repülőtér, tehát így is meg lehet közelíteni. Ön esetleg? Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. A mostani előrejelzések szerint szép idő lesz, és tényleg reggeltől estig. Akit részletesen érdekel a program, az Egyesület Facebook oldalán, vagy az Egyesület honlapján megtalálja, és ha neten nem ér rá egész nap, akkor nyugodtan tud rajt válogatni, és a számára legérdekesebb programokra kilátogatni. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmüket, esti mérleggel természetesen holnap is várjuk majd önöket itt a Fehérvár Televízióban, és ne feledjék, szeptember 9-én pedig Börgöndre érdemes ellátogatni, hiszen légiparádé lesz, így már 23. alkalommal. Viszontlátásra, szép estét kívánok!